Van akkor egy ilyen epekövünk, akkor azt az eltávolítani csak úgy lehet, hogyha az egész epehólyagot eltávolítják, vagy pedig akkor mint egy akár lézerrel, vagy bármi más megoldással, mint hogy a vesekőnél, tehát más megoldás is létezik az eltávolításokra az epekőnek, vagy pedig akkor csak az epehólyaggal együtt való eltávolítással működik. A mérettől függ. Vannak olyan pici kövek, amik főleg ilyen 1 centi alatti 6-8 milliméteres kövek, amiket akár ki is lehet hajtani, tehát ilyen keserű gyógynövényes készítményekkel, vagy ilyen nagyobb illóolajos, epeömlést előidézve. Igen, vagy illóolajos készítményekkel. És honnan lehet tudni, hogy azonnal kiürült? Hát ultrahanggal lehet detektálni. Tehát lehet keserőanyagokat, lehet epesak plusz keserőanyag tartalmú kapszulákat szedni. Én a magnéziumot nagyon szeretem, a stressz kiváltotta. Az nem hizlal, doktornő, van egy ilyen tip, hogy az a magnézium hizlal, a van magnézium ebben nem igazság? hizla. Nem. Nem. A magnézium nagyon fontos, mert az ellazítja a sima izmokat, és pont ezt a görcsöt, ezt a szfinkter görcsöt a fátár papillánál oldja, és így elősegíti azt, hogy a hasnyálmirigy enzimek és az epe könnyebben ürüljön a patkóbélbe. Így aztán tágítja az epeutakat a kis, esetleg kezdődő kisebb köveknek a kiürüléséhez is. Aztán van a népgyógyászatból ismert a fekete retek lékúra, ami szintén érdekes lehet, kisebb köveknek a felpuhításában, oldásában és könnyebb elfolyását is segítheti, tehát még így is hozzájárulhat az epekő kialakulásának a kivédésébe. És amikor már picikét nagyobbak a kövek, akkor van még epekő zúzás, meg vannak olyan készítmények, amikkel, mint az urzofag, tehát az urzo dezoxikol sav, amivel szintén elő lehet segíteni az epe higulását és ürülését, és akkor ilyenkor hosszabb ideig kell urzofalkot szedni, vagy egyéb másén epe higítót, és ultrahanggal szétzúzzák a kicsit nagyobb köveket, és elősegítik, hogy az könnyebben ki tudjon ürülni az epe vezetőn keresztül. Ha már nagyobb a kő, akkor műtétileg két megoldás van. A legkevésbé problémás az, amikor szondán keresztül bement, tehát mint egy gyomortükrözésnél, egy szondán keresztül lejutnak a patkóbélbe, és egy úgynevezett dormia kosárral, ami be van csukva, és akkor ilyen kis keskeny, felmennek a fáter papilláig, azon keresztül is egy kicsit följebb, kinyitják a kosarat, valahogy ügyesen bele ingázzák a követ, és lehúzzák gyakorlatilag, és így veszik ki. Ez is nem túl nagy méretű köveknél lehetséges csak, és főleg azoknál, amik már az epe vezető felé közel vannak, vagy abba beékelődésre gyanúsak. És hogyha ennél nagyobbak, akkor van a laparoszkópos epehólyag eltávolítás, és amikor ez se lehetséges, akkor a műtéti feltárás és hason keresztül történő epehólyag kivétel. De ugye epesap nélkül még sincsen normál minőségű, életminőségű élet tulajdonképpen, hogy akkor a epesavunk az ugyanúgy termelődik tovább, hiszen akkor az a májban létrejön, csak nem tud összegyűlni, és nem tudja bevégezni a saját feladatát. Ilyenkor lehet aztán mindenféle más, akár természetes, akár más egyéb gyógyszerekkel megsegíteni a szervezetünket, de hogy mindez ne alakuljon ki. Az ellen mit tehetünk? Tehát, hogy ne jöjjön létre az epekő, és ne kelljen eltávolítanunk az epehólyagunkat. Tehát meg lehet előzni ezeket a problémákat? Van erre valamiféle prevenciós megoldás? A keserű italoknak a fogyasztásával? Tehát de honnan tudom én azt, hogy akkor nekem egy ilyen problémám fönnel, hogyan tudom megakadályozni azt, hogy eljussak az epehólyag eltávolításig? Tehát az epekő kialakulásának, illetve epe problémák, enyhe epe problémák kezelésének is többféle módja van. Az előbb említett keserőanyagok, epesavak fogyasztása, magnézium rendszeres fogyasztása. Vannak nagyon jó gyógyvizeink itthon, amelyek magnézium szulfátosak, például a Ferenc József és a Mira víz. Ez mindegyik erős epehajtó egyébként. És hígítják az epét, tehát kis hasmenést is ugyan előidéznek, viszont nagyon jó epeürítők. Aztán érdemes lehet egyébként egy kicsit segíteni, akár reflexterápiákkal. Ha valaki puffadásra hajlamos és görcskészsége is van, akkor az akupresszúrát, akupunktúrát is igénybe veheti.
Ahogy említettem, a keserű gyógynövények, én nagyon szeretem az articsókát és az avokádót javasolni, ezek is hajtják az epét, és ez a tipikus vajaspirítós lágytojással, de nem keményen, mert ez már egy epe problémásnak nehezen emészthető, és akkor ilyen kőként ott ül akár egy fél napig is a reggeli a gyomorban, tehát tényleg hígan hagyott, vagy hígra hagyott tojás, főtt tojás, vagy akár tükörtojás formájában lehet csak ilyenkor reggelire tojást fogyasztani. Ez is nagyon jót szokott tenni. És tulajdonképpen ezzel azt hiszem, hogy kiismerítettük a lehetséges tárházat. De ha mondhatom fel azt, hogy akkor a diétát, aki nagyon erősen diétázik, tehát kevés zsírodékot, olajat visz be a szervezetében, annak előfordulhat ez a fajta epepangás, vagy az epekőképződés. A krónikus fogyókúrázók és diétázók mindig kapnak epehajtókat nálam, mert különben elősegítjük az epekőképződést. Tehát aki rendszeresen fogyókúrázik, vagy zsírszegény diétát tart, akár például amiatt is, mert magasak a koleszterin értékei, tehát a vérzsír értékei, azoknak feltétlen fontos, hogy keserű anyagokat, illetve epesav tartalmú készítményeket szedjenek.